Több mint 2000 hátrányos helyzetű gyermeket támogat a KDNP és az Ökumenikus Segélyszervezet. A minőségi tanszercsomagokkal szeretnék meghozni a gyermekek kedvét a tanuláshoz. Nagyon nagy szeretettel átadom. A Kereszténydemokrata Néppárt és az Ökumenikus Segélyszervezet évek óta támogatja a rászoruló családokat. Iskola kezdéskor tanszercsomagokat adományoznak a hátrányos helyzetű diákoknak. Azért nagyon fontos a tanszer, mert a tanszer az gyereknek az egész életét meghatározza, mert ha most kedve van a tanuláshoz és jól tanul, az majd meghatározó, hogy milyen munkát fog tudni végezni, és az életbe, hogy úgy mondja, mire viszi. Hát ezért a gyerek szempontjából nagyon fontos, mert az egész életét meghatározza a tanuláshoz való viszonya. És ez a kis segítség, ez hozzájárul ahhoz. És azért is fontos, mert nem csak az eszközök, hanem az, hogy érezze az a gyerek, hogy van, aki számára fontos. Tehát vannak a világban emberek, akiknek számára ő fontos. És ő neki személy szerint gyűjtöttük össze ezeket, és ajándékozzuk neki. A KDNP elnöke szerint a társadalom számára is fontos célt szolgálnak ezek a felajánlások, hiszen a fiatal tehetségek a tanulás útján tudnak kibontakozni. Ezért minőségi tanszerekkel szeretnék meghozni a gyerekek kedvét a tanuláshoz. Hogyha van egy tehetséges gyerek, aki ma tanulhatna, és ennek a következtében mondjuk tudós lesz, művész lesz, sebész lesz, hogyha majd ő valóban egy nagyszerű orvos lesz, akkor mindannyiunknak az életét menti meg, az egészségét menti meg, mint egy jó orvos. Ezért az egész nemzetnek az érdeke az, hogy a tehetségek ki tudjanak bontakozni, mindenkinek van valamilyen tehetsége, és a mi feladatunk az, hogy ehhez az eszközöket is biztosítjuk, és azt a lelkiséget is, amit az Ökumenikus Segélyszervezet biztosít, azt a keresztény lelkiséget, hogy ő személy szerint fontos. Fontos az Istennek, és fontos másoknak is. Az Ökumenikus Segélyszervezet 2000 iskolatáskát szeretne megtölteni. Örömmel mondhatom, hogy ez a tegnapi nappal már teljesült, de ahogy hallják az emberek a különböző híradásokban, a mi akcióinkat, hát újra és újra jelentkeznek, tehát van arra a lehetőségünk, hogy pótlólagosan is még készítsünk. Minden esetben mi együttműködünk a saját intézményi hálózatunkkal, tehát tudjuk azokat a családokat, ahova kerülnek ezek a csomagok, ők is tudják, hogy fognak tőlünk kapni, és mi azt is tudjuk, hogy milyen korosztályról van szó, tehát hanyadikos az iskoláma. Tehát ez egy hosszadalmas előkészítést igényel a mi részünkről, de igazából így van értelme, mert akkor nem a ismeretlenbe megy a csomag. Ezekből a csomagokból a hazai hátrányos helyzetű diákok mellett a határon túli nebulók is részesülnek. Kárpátaljára és Erdélybe is jutnak megtöltött iskolatáskák.